Köszöntöm Önöket, a fogadórát látják. A mai adásban az országgyűlés 2017-ben meghozott legfontosabb döntéseit fogom felidézni vendégemmel, illetve előre tekintünk 2018-ra is. Köszöntöm a stúdióban Dunai Mónikát, Rákosmente országgyűlési képviselőjét. Sok szeretettel köszöntök én is minden Rákosmentit, és engedje meg, hogy így az új év kezdetén minden Rákosmentinek, minden Rákosmente televíziót nézőnek és önöknek is boldog 2018. évet kívánjak. Köszönjük szépen, és arra kérném elsőként, hogy akkor idézzük fel 2017 legfontosabb meghozott döntéseit, eseményeit. 2017 is egy olyan év volt, amikor egyszerre három fő területen kellett dolgozni hazánkért, Rákosmentéért. Egyrészt tudjuk, hogy fővonalakban a migráció, a kvóta kérdés, a soros tervvel folytatott nemzeti konzultáció volt az egyik legsúlyosabb probléma, amelyet folyamatosan vinni kellett. Ebben a témában megkérdeztük az embereket, hogy mit gondolnak arról, hogy hogyan kell a jövőben Magyarországon a biztonságunkat és a jövőnket elképzelni. Lezajlott egy nagyon sikeres, minden idők legsikeresebb nemzeti konzultációja, amelyben 2,3 milliónál is több ember nyilvánította ki a véleményét, és a nemek elsőprő sikert arattak, vagyis az emberek, köztük a rákosmentiek egyértelműen kinyilvánították, hogy nem akarunk bevándorló ország lenni. Egyértelműen kinyilvánítottuk, hogy nem szeretnénk, hogyha mi itt Rákosmentén úgy kellene éljünk, hogy a város határában, a kerület határában bevándorló negyedek lennének majd a jövőben. Mi féltjük a gyerekeinket, féltjük a családjainkat és a jövőt, ezért nagyon fontos, és én most nem győzöm már többetszer megköszönni a rákosmentieknek azt a fantasztikus hozzáállást és segítséget, amelyel segítik a kormány munkáját, és segítik az én munkámat is ezen a területen. Tehát ez volt az első nagy téma, amivel folyamatosan foglalkozni kell, és ez így van 2018-ban is. Ez az egyik legfontosabb kérdésünk, ami nem pártkérdés, hanem sorskérdés. Pártállástól függetlenül az a véleménye az embereknek, hogy a biztonságunkat meg kell őrizni, a kerítéseket pedig nem szeretnénk lebontani, nem hagyjuk lebontani. Ebben is nagyon jó, hogy egy egység kezd ki, és egy egység alakult ki Magyarországon az emberek között. Persze a politikai pártok eltérő módon nyilatkoznak a bevándorlás kérdéséről, de én azt gondolom, hogy nem a politikai pártoknak kell feltétlenül ezügyben a véleményére hagyni, hanem minden ember saját maga életére vonatkoztassa a kérdéseket, hogy tegye fel az kérdést, hogy milyen jövőben, milyen Magyarországon szeretnénk élni. Nos, ebben a kérdésben alakult ki egy egység, egy széles konszenzus. Az emberek 99%-a úgy képzeli el az életét, hogy biztonságos, szuverén államban szeretnénk élni itt Magyarországon. Tehát a másik fő kérdés pedig az, hogy Magyarországon a gazdaságot folyamatosan erősíteni kell. Fontosabb az, hogy minél több ember dolgozzon, hiszen ez nem csak az egyéneknek, az embereknek a boldogulását, a mindennapi fizetését biztosítja, hanem az önbecsülésének is sokat ad. Ezen túl az ország csak így tud erősödni. Örömmel tapasztaltuk azt, hogy néhány év alatt az infláció, tudjuk jól, hogy már szinte a nullához közelít, és emellett egy másik örvendetes tény, hogy a munkanélküliség is egyre jobban csökken. Most már a 4% körüli munkanélküliségnél tartunk, ami ha nézzük, hogy 2010-ben még 12% fölött volt, és most csak 4%, ez azt jelenti, hogy ma már sokkal többen dolgoznak, mint korábban, így aztán a megtermelt javakat is az ország egyre több felé tudja elosztani. Így aztán a különféle életpályamodellek és a béremelések évről évre növekedtek. 17-ben is, most az idén 2018-ban is folytatódnak ezek a több lépcsős béremelések és életpálya modellek, és hát a minimálbér, ami egy nagyon fontos vívmány volt,
volt, hogy 2017-ben is jelentősen emelkedett, 2018-ban ez az idén tovább folytatódik. Ez egy olyan többoldalú megállapodás volt, amellyel igencsak adósak voltunk már, illetve az előző kormányok is adósak voltak az emberek felé. Ugye tudjuk, hogy az SZIA Magyarországon a 15%-os személyi jövedelemadó Európa legalacsonyabb személyi jövedelemadója. A legfontosabb nekünk az, hogy azzal együtt, hogy a munkahelyeket bővítjük, minél több ember dolgozzon, egyre több fizetése is legyen az embernek. Természetesen, ha rajtunk múlna, vagy rajtam múlna, akkor mindenkinek megtízszereznénk a jövedelmét. Ezt azonban nem bírja el a magyar gazdaság, ezért választottuk azt, hogy lépésről lépésre, évről évre bővítjük és emeljük a fizetéseket. A harmadik nagy terület, tehát az országon belül a családpolitika, az, hogy mindenkinek otthona legyen, munkája legyen, a bérei növekedjenek, az adók csökkenjenek, emellett nagyon fontos, hogy megbecsüljük azokat a családokat, akik gyermeket vállalnak. A családi adókedvezményeket folyamatosan bővítjük. Az idén 2018-tól már a két gyermek esetében ugye elindult néhány éve egy extra emelési program. A két gyermek esetében már havonta 35 ezer forint az az adókedvezmény, amelyet vagy egyik szülő, vagy másik szülő, vagy megosztva igénybe vehetnek. Ez azt gondolom, hogy igen nagy segítség tud lenni a gyermeket nevelő családoknak. De nagyon sokkal többet fordítunk az egészségügyre. A 2018-as költségvetésben az oktatásra szinte nincs olyan terület, amelyre ne költenénk többet, még a 2017-es emelt összegnél is. Sokan szokták kérdezni, hogy nem, miből? Hát abból, hogy egyre többet dolgozunk, egyre többen dolgozunk, és ennek az eredménye az kézzel fogható. És nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak azok részesüljenek a megtermelt, mindannyiunk által, a magyar emberek, köztük a rákosmentiek által megtermelt javakból, akik aktív dolgozók, hanem igenis a szociális ellátórendszerbe is itt sokkal többet tudunk adni, nagyon sokat tudunk fordítani a gyermeknevelésre, az ingyenes étkeztetés kiterjesztésére, de a nyugdíjakra és a nyugdíjasokra is gondolnunk kell, hiszen ugyan ők már ma többségük nem járul hozzá az ország költségvetéséhez, de hát nem is kell, hiszen évtizedeket, már egy egész életet ledolgoztak. Nagyon fontos, hogy az ő megbecsülésük is anyagilag és nem csak erkölcsileg érezhető legyen. Ezért először a tavalyi évben, 2017. decemberében nyugdíjprémiumot is kapott minden nyugdíjas, meg az Erzsébet utalvány, és amikor az ország erősödik, akkor a nyugdíjak vásárló értéke is. Ugye a vállalásunk az volt, hogy megőrizzük a nyugdíjak reál értékét, vásárló értékét, de most már a gazdaság teljesítő képessége függvényében ennél többet is tudunk adni. Ugye 2018-at írunk, amelyről tudjuk, hogy több szempontból is nagyon fontos év lesz, és már tett rá utalást, hogy mely területek lesznek majd nagyon hangsúlyosak, de milyen további fontos döntéseket tudna még kiemelni erre az évre vonatkozólag? A fiataloknak jó hír, hogy most január 1-től, amit ígértünk, hogy a nyelvvizsga, az első nyelvvizsga díja ingyenes lesz, ez már él, tehát most már bátran lehet buzdítani, hogy még többen jelentkezzenek nyelvvizsgára a fiatalok. Ezen kívül a fiataloknak a jogosítvány szerzéséhez is a KRESZ tanfolyam és vizsgához adunk egy hozzájárulást. Ez szintén új dolog, és a 2018-as költségvetés fedezete már erre szolgál, és január 1-től ezt igénybe lehet venni. De a vállalkozóknak is az adói tovább csökkennek, illetve marad azon a szinten, amely már Európában is az egyik legalacsonyabb.
például a társasági adónak a 9%-os mértéke, amelyet már csökkentettünk korábban, ez most is ugyanilyen alacsony, európai szinten, legalacsonyabb szinten tud maradni. De jó hír a kiva csökkentése is. Ezt mi most egészen pontosan 1%-kal csökkentjük, vagyis a kiva adója, kisvállalkozási adóról beszélünk, 13%-os vagy lesz ettől az évtől. Az ECHO és a SZOCHO 2%-kal csökken, tehát 20%-os, itt is 2-2%-os csökkenésről beszélhetünk. És akkor ugye a minimálbéremelésnek a második üteme, amely szintén sok embert érint, és komoly bevétel növekedést tud jelenteni, ez az, hogy már tavaly már 15%-kal emelkedett, 2017-től 15%-kal emelkedett a minimálbér legkisebb összege, és a szakmunkás minimálbér pedig már tavaly 17-ben, egy évvel ezelőtt 25%-kal emelkedett, egy negyed évvel ez valóban jelentős összeg, és ez most január 1-től tovább emelkedik a korábbi megállapodásnak megfelelően. Erre az emelt összegre, tehát a tavalyi beleszámítva, most 8%-kal emelkedik a minimálbér, az emelt összegnek a 8%-a, és a szakmunkás minimálbér pedig már a 25%-kal megnöveltre rájöve még 12%-kal emelkedik. Nagyon fontos, hogy a különféle szakmákban az egészségügyi dolgozók, a pedagógusok, a rendvédelmi dolgozók, a katonák, a szociális, a kulturális területen dolgozók mind-mind érezzék, hogy tudnak egyről a kettőre lépni, és fokozatosan egyre magasabb tud lenni a fizetése. Nem értük meg el, még egyszer hangsúlyozom, azt a szintet, amit szeretnénk, tehát a céljaink között szerepel minden csoportnak a bérének, a fizetésének az emelése. Egyébként erre biztató jeleink vannak, hiszen a gazdaság alakulása az most a 2018-as költségvetésben is olyan terveink vannak, hogy tovább fog erősödni, és hogyha tovább erősödik, akkor további emelések várhatók minden területen. Ha megnézzük, és ez is egy egyedülálló a világban, tulajdonképpen nem csak Európában, Magyarországon fordítjuk a legtöbbet a GDP százalékának arányában, a legtöbbet családpolitikai támogatásokra. A GDP 5 teljes százalékát fordítjuk most már a 2018-as költségvetésben a családok támogatására. Beszélgetésünk utolsó felében akkor szóba kell hoznunk Rákos mentét, hiszen a 17. kerületet nagyon eredményesen képviseli a parlamentben. Itt ugye három fő területre kell, hogy most koncentrálódjunk, ugye a Makovec templom, a multifunkcionális csarnok és a reptér, ugye mikről tud ezekkel kapcsolatban beszámolni? Igen, amikor az elején említettem, hogy három fő területen, három fő fronton kell dolgoznunk, akkor az egyik volt valóban összefoglalásképpen a migráció kérdése. Ott ez folyamatos feladatot jelent mindannyiunk számára. A másik nagy terület ugye az ország költségvetése, és abból a különféle emeléseknek, tehát a béremeléseknek és a különféle törvényeknek a meghozatala, amely mind ezt biztosítja, hogy az emberek minél nagyobb, magasabb jövedelemmel minél több munkahelyen tudjanak dolgozni, tehát több munkahely álljon rendelkezésre az embereknek, és a családokat is támogassuk. A harmadik nagy terület az mindenkinek az otthonában, vagyis itt nálunk, az én esetemben Rákosmentén, Rákosmente fejlődése. Itt van egy gócpont, ami folyamatos odafigyelést igényel, mind az önkormányzat részéről, mind a civil szervezetek részéről, mind az országgyűlés részéről, ez a repülőtéri zajártalom kérdése. Ebben előrelépések történtek, mégpedig, és ez nagyon, nagyon jó hír, hogy az az elképzelés, amit már régóta mondunk, hogy a zajártalmat úgy lehet igazán hatékonyan csökkenteni, hogyha egy néhány év alatt elérünk egy olyan állapotot, amikor a tehermentesítést úgy tudjuk megoldani, hogy az ország több pontján, az ország több repülőtere fogad gépeket. Mi elsősorban abban gondolkodunk, hogy a teherszállítás az valamilyen módon elkerüljön, vagy részben
nyilván én azt szeretném, ha teljes egészében elkerülne innen Ferihegyről. Ez óriási zajtehertől tudná megmenteni a rákoshegyieket, kertélyeket, kőbányakertvárosiakat, de tulajdonképpen az egész kerületet. Valóban erre már olyan lépések történtek, hogy nemrégiben a kecskeméti repülőtér is már kinyilvánította a szándékát, hogy szeretne a polgári repülés felé, a katonai repülésből tágítani, lépni egyet. Próbarepülést is hajtott végre a Wizzair. Sesták Miklós miniszter úrral folytatott megbeszéléseink, tárgyalásaink alapján jó híreket tudok mondani, ugyanis a repülőtér tehermentesítése ügyében egy nagyon komoly előrelépés és bejelentés lesz várható a következő időszakban. Ezt várjuk szeretettel. Ez mindenféleképpen jóval csökkenteni fogja a Ferihegyi repülőtérnek a forgalmát, és ezáltal természetesen a zajártalmat is. És a nagyon régóta várva várt multifunkcionális rendezvénycsarnokunk, amely 1500 fő befogadására lesz alkalmas, ennek ugye már körülbelül egy éve megszavazta a kormány a teljes költségét, költségvetését. Ennek az előkészületei munkái már ugye a vége felé járnak, és hamarosan indul az önkormányzat indításában a közbeszerzés, és én abban bízom, hogy az idén 18-ban már látható is lesz, ahogyan elkezdődik és nő ki majd a földből a sportcsarnok. Amint mondtam, ez nem csak sport, hanem kulturális koncertekre, kulturális rendezvényekre, szalagavatókra is, és mindenféle fiataloknak és idősebbeknek kedves programokra lesz majd alkalmas. És a Makovec templom, amely szintén egy nagy büszkeségünk, amelynek szintén az állam egy évvel ezelőtt biztosította a költségét, és ehhez még egy kiegészítő támogatást is megkaptunk. Budapest első Makovec Imre által tervezett temploma itt Rákos mentén fog felépülni Rákoskerten. Ennek is már az alapkőletételét várjuk, amely hamarosan meg fog majd történni. És ne feledkezzünk el arról a számítógép fejlesztési programról és pályázatról, amit most januártól fog tudni már használni Rákosmente összes iskolája, laptopokat, projektorokat és számítógépeket, asztali számítógépeket, monitorral, természetesen jogtiszta szoftverrel, oktatásra alkalmas szoftverrel felszerelve, mint egy 250 milliárd forint értékben kaptak a rákosmenti iskolák. Én azt gondolom, hogy az, hogy a jövő generációját figyeljük, és a jövő generációba betegyünk minden olyan eszközt, ami szükséges az ő boldogulásukhoz és a jó tudásukhoz, ahhoz a tudáshoz, amellyel majd az életben megállják a helyüket, és gazdagítani fogják tudásukkal, szakképzettségükkel Magyarországot, Rákosmentét. Nos, erre szerencsére sokat tudtunk áldozni a 2017-es évben. És évértékelő beszélgetéseinket általában azzal szoktuk zárni, hogy mindig kiemeljük, hogy milyen sokszor ad hangot a gondolatainak felszólalás formájában, és ha jól tudom, akkor ezúttal is kigyűjtött, hogy hányszor szólalt fel 2017-ben. Valóban nem nagyon szoktam nézegetni, hogy milyen hány felszólalásom volt, dolgozom, teszem a dolgomat, de valóban megtisztelő az, hogy a frakció számos alkalommal vezérszónoknak kér fel, hogy vigyek egy-egy vitát témafelelősként is a parlament. Hát így aztán megnéztem most így az adásra készülve, 170 parlamenti plenáris ülésen elhangzott felszólalásom volt eddig, és 42 törvényjavaslatot nyújtottam be egyedül vagy társ előterjesztőként, és 12 módosító javaslat fűződik a nevemhez. Hát ezek csak számok, de azt gondolom, hogy ami igazán fontos, ami ezek mögött, a felszólások mögötti törvények,
például családpolitika, vagy a gyermekevédelem, vagy éppen a földutak, rákosmenti földutak leaszfaltozása érdekében való felszólalás, vita, módosító javaslat. Hát alapjában véve ezek a számok mögött van igazán a tartalom, hogy az ember mi mellett emel szót, vagy mi ellen érvel. Ezekkel a gondolatokkal zárjuk adásunkat. Én köszönöm szépen a beszélgetést, és hasonlóan sikeres évet kívánok 2018-ra is. Köszönöm szépen, én is nagyon sok sikert kívánok a Rákosmente TV minden nézőjének, és önöknek, a Rákosmente Televíziónak is további sikeres és jó munkát kívánok én is. Köszönjük szépen, és önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, meg tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!